A jelenlegi helyzet szerint legkorábban április 12-én vagy 19-én nyithatnak az óvodák, általános és középiskolák. A nyitás előtt pedig beoltják a pedagógusokat. Ezt ma jelentette be Gulyás Gergely a kormányinfón. A kancellária miniszter elmondta, két kormányülés volt tegnap, egy Európai Uniós és egy járványügyi tematikájú, hiszen ma uniós csúcs találkozó is lesz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a harmadik hullámban a fertőzések száma még mindig növekszik, hazánkban és Európában is. A helyzet komoly, az egészségügyi ellátórendszer azonban helytáll, az orvosok és az ápolók megfeszített munkát végeznek. Az orvosok mellett rezidensek, medikusok is részt vesznek a munkában, így a tárgyi feltételek mellett a személyi feltételek is adottak. A kancellária miniszter kiemelte, az egészségügyi ellátórendszer képes biztosítani a szükséges kapacitást, de a kormánynak arra az esetre is van terve, ha nem lesz elegendő az átszám. Gulyás Gergely hangsúlyozta a védőoltás fontosságát, hiszen az uniós szállítmányok bizonytalanul érkeznek. Mint mondta, áprilisban minden korábbinál több vakcina fog rendelkezésünkre állni, mert Kínából, Oroszországból folyamatos a szállítás. 650 ezer nyugdíjas nem regisztrált még, őket a tiszti főorvos levélben kereste meg. Nagyon fontos, hogy ők is felvegyék az oltást. Azt reméljük május végéig, aki oltást kíván kapni, beleértve a legfiatalabbakat is, megkaphatja legalább az első dózist, fogalmazott a miniszter. A kormányinfon az is elhangzott, hogy az érettségit jelen állás szerint, normál menetrend szerint kívánják megtartani, május elején írásbeli, júniusban pedig szóbeli vizsgát tesznek majd a diákok. A holnapi operatív törzs ülésén hoznak döntést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üzleti nyitási javaslatairól.